NB 11. fordulójából előrehozott mérkőzésen 40-20-ra nyert a vendég Győri Eto a Vasas SC ellen. Először is a győriek vezetőedzőjét, Úri Kirkeit kérném szépen, hogy foglalja össze a gondolatait a meccsel kapcsolatban. Yeah, it was a match for us where it's again important to play after our playbook, see if we can keep the concentration from the start of the matches. We have a great respect for all teams as well, for Vasas, who I think have done really, really good in the beginning of this season. But today we have a good feeling from the beginning and have a feeling of good control, and then I think that was also visible for everyone. Nagyon fontos volt számunkra, hogy olyan mérkőzést tudjunk játszani, ahol folyton tudjuk azt a koncentrációs magas szintet, amit eddig megkezdtünk az elmúlt időszakban. Nagyon nagy tisztelettel viselkedünk minden ellenfél, így a Vasas iránt, és akik nagyon jól kezdték meg az idei szezont, éppen ezért komolyan vettük a találkozót, és azt gondolom, hogy látható volt a magas koncentrációnk, és ez megmutatkozott az eredményben is. Thank you very much and congratulations. Jócsi, kérlek szépen, te is foglald össze, hogy vendégoldalról milyen volt a pályán bent. Először is szeretnék gratulálni a Vasas csapatának, egy jó mérkőzést játszottunk. A célunk az volt, hogy végig fenntartsuk a fókuszt, és egy kiegyensúlyozott játékot tudjunk mutatni. Úgy gondolom, hogy a mérkőzés elejét eltekintve viszonylag sikerült nagyon jól dominálnunk a mérkőzésen, úgyhogy elégedett vagyok, és valamiből építkeznünk. Köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer. És akkor a hazai oldallal kapcsolatban először is Konkoly Csaba vezetőedzőt kérném meg az értékelésre. Annyit hozzáfűznék, hogy ugye a bearangozóban azt mondtad, hogy itt inkább taktikai és részsikereket kell majd valószínűleg keresni. Ilyen szempontból hogy láttad a találkozót? Először is mindenképp gratulálnék a Laudirtok AC-nak, mert nagyon meggyőzően és nagyon keményen átgázoltak rajtunk, hogy így fogalmazzak. Ez a 40-20-as eredmény sajnos ezekből a taktikai célokból én azt gondolom, hogy kettőt talán sikerült megvalósítanunk. Az első az volt, hogy amennyire van rá lehetőségünk, akkor lassítsuk a játékot. Ez volt az első 25 percben, ami szerintem egy olyan eredményt hozott, hogy ott még talán volt egy olyan biztató ötös különbség a Eto javára, amire azt gondoltam, hogy tudunk építeni, de aztán sajnos olyan apró és kicsit butának tűnő egyéni, illetve eladott labdákból sikerült az Etónak egy nagyon meggyőző különbséggel menni az öltözőbe az első fél idő után. A második fél időre az volt a terv, hogy futunk, és hát abban egyértelmű, hogy több hiba csúszott. Ezzel nem is gondom, inkább azzal, hogy a technikai hibáink meg az ember előnyeinket abszolút nem sikerült kihasználnunk. Úgyhogy, de ettől függetlenül abban is bízom, meg hiszek, hogy a hozzánk hasonló ellenfelek ellen majd ezek már jobban és nagyon magabiztossággal fognak működni. Úgyhogy ez egy olyan mérkőzés volt, amit túl kellett lennünk nekünk is, és gratulálok még egyszer az Eltónak, és további sok sikert kívánok a BL-ben. Nagyon köszönöm, és végül, de nem utolsó sorban, Szedi, te is mondd el, hogy érezted magad a pályán, hogy látod a csapat teljesítményét, hát nyilván az ellenfelet nem kell bemutatni, nem egy egyszerű ellenfél, finoman fogalmazva sem, te hogy érezted magad a pályán, hogy értékelsz? Én is szeretnék gratulálni a Győrnek, nagyon magabiztosan végigkézben tartották a mérkőzést, nagyon jó iramot futottak. Igazából nekünk ez szerintem azért is volt nagyon hasznos, hogy futó teljesítménybe tudtunk egy picit, nem picit, sokat fejlődni, tényleg, hogy minél jobban bírjuk majd az ilyen kiélezett mérkőzéseket, és nehéz helyzetekben tudjunk majd jó döntéseket hozni, úgyhogy igazából nagyon kemény volt bent a falba is beállóként, de igazából hasznos volt így az egész mérkőzés képét tekintve.